Köszöntöm a hallgatókat, a hl.hu podcast sorozatának következő részét hallják, én Sike Károly vagyok. A vendégem Paulovi Zsolt, akit egyrészt ismerhetünk kézilabda játékvezetőként, sportszervezőként, másrészt hegyi túravezetőként is. Ez utóbbi adja most a beszélgetésünk apropóját. A nyáron elég sok időt töltöttél távol. Merre jártál Zsolti, mit lehet tudni az elmúlt időszakról? Ó, elég hosszú volt a nyár, de ezáltal rövid is, mert gyorsan elment, mert elég eh, kiadós és hosszú volt. Hát kezdtem európai hegyekbe, a, a olasz és a osztrák alpok, de ez csak ilyen akklimatizációs túraként, és utána elmentünk Ekvádorba, az Andokba. És ott vulkánokat másztunk, működőt is, aktívat is, és már nem működött kialudtat is. Azon kívül jártunk a Kaukázus hegységbe, és a Pamír és az Alajhegységbe, Ázsiába. És milyen indítatásból indultatok el? Hát ez, ez... Kalandvágy? Hát nyilván ez is benne játszik. A régi álbom volt már, hogy eljussak a Csimborasszóra, ami a világ egyik legnagyobb hegye, attól függ, hogy milyen szempontból nézzük. Ugye az ekvádoriak ma is azt mondják, hogy a legmagasabb hegy a világon. Igen, mert hát ugye a föld középpontjától ez a hegy a legtávolabb, távolabban, mint ugye a Monteverest, és ők ma is büszkén vallják, hogy ez a világ legnagyobb hegye. De ugye, hogyha a szintű nézzük, akkor a, a, Monteverest, de van egy másik szempont is, hogyha a lábától a tetejéig, az pedig a Mauna Kea, a Havajon, tehát ezek csak számisztikák, de nagyon sokféleképpen lehet nézni, hogy melyik, melyik éppen a legnagyobb hegy. De nyilván egymászú szempontból a Monteverest számít a királynak. És milyen csapattal jársz, hogy mit lehet tudni azokról, akik veled mennek, kísérnek? Hát ők is hegymászók, hát szervezett túra, ugye, és akkor erre jelentkeznek, és akkor megyünk. Nyilván, hogy kell, hogy legyen, előéletük, mert aki még nem volt csak a bükbe, az nem kezd 6000 ezeren, ugye, mert a fokozatosság azért az számít. Tehát aki csak 2000-en volt, még az se, aki már megjárta a 3-4-5000-eseket, az, az már jöhet. Mondhatjuk, hogy nem most kezdted ezt a pályát. Mióta tart nálad ez a, mondhatjuk úgy, hogy szerelem? Mik voltak az első élmények a hegymászással kapcsolatban? Hát ez már 35 éve tart. 20 évesen idősebb barátaim kivittek a svájci alpokba, és akkor a szám így tátva maradt, és ez a szerelem azóta is tart. Ide is Már most már több mint 35 éve. Uh -huh. És milyen gyakorisággal indultok útnak? évente, vagy esetleg gyakran? Hát ilyen, ilyen nagyobb lélegzetvételűre, ugye évente, hát nyáron, mert akkor van hosszabb idő, de minden hónapban, vagy minden évszakban megyünk legalább kétszer. Őszel, télen, tavasszal, de van, mikor nem is kétszer, háromszor is. Tehát ez egy negyed évente, kétszer, háromszor megyünk. Uh -huh. És milyen fel, említetted az, em az imént, hogy aki mondjuk a bükkbe jár, csak annak nem feltétlen ajánlott egy ilyen nagy kihívás. Milyen előkészületekkel jár az, vagy milyen felkészülést igényel, hogy valaki hegymászó legyen, vagy alapvetően csak el tudjon indulni veled egy, egy ilyen ehhez hasonló túrára? Hát, ahogy mondtam, hogy azért fokozatosság elve a számít. Hát én is a bükkbe kezdtem, aztán utána ugye lett a tátra, aztán az osztrák alpok, svájci alpok, kaukázus, és akkor így lépcsőről lépcsőre. Hát nem hosszú, hosszú az út, de nyilván kell is, mert hát aki még nem járt a, csak a bükkben vagy a tátrában, mondjuk grecseren se járt, nem tudja a grecserjárásnak a körülményeit, nem, nincs benne tapasztalata, hát ezeket is meg kell tanulni, fel kell venni. Meg hát ugye a sziklamászás, ami lehet sziklamásás is benne. El kell végezni például egy, egy alapfokó sziklamászó folyamat, az már nagyba segít, hát is végig kell járni így a lépcsőket, van nyári magas hegyi tanfolyam, téli magas hegyi tanfolyam. És akkor így az ember így sorba veszi fel magára ezeket a tapasztalatokat és ismereteket. És akkor utána már lehet menni. És akkor ezt mondhatjuk, hogy ilyen mindennapos edzést igényel? Hogy mondjuk az ember legyen egyfajta fizikai állapotban, az fontos, de hogy, hogy, elegendő ehhez az, hogy hegyet mászon az ember időről időre, vagy, vagy másfajta fizikális felkészítés is kell. Nem tudom, hogy konditerembe jár az ember ilyenkor, vagy, vagy elmegy futni, vagy, vagy, vagy bármilyen hasonló. Hát nyilván, aki egyszer-kétszer megy, annak nem kell olyan állandó edzés, de azért a túrák előtt jó, hogyha túrázik egy kis futás. Hát én magam úgy készülök, hogy rendszeresen futok, terepen, aszfalton, hát napi szinten, kivéve a nyár, mert nyáron ugye vagy hegyekben vagyunk, de ha vége van a nyári szezonnak, akkor egy olyan 80-120 km kilométert futok na, na, hatente, aszfalt, de főleg terepen. És ez, ez segít ebben a felkészülésen, de önmagában a futás nem elég, eh, kell túrázni is, menetfelszereléssel, tehát azt is, hogy a váz, meg az izomzat, ez szokja. A uh -huh. futás önmagában nem is biztos, hogy csak elég, de járni kell, rendszeresen túrázni. Hát egyfajta állóképességet kap az ember. Persze, az persze, persze hogy ne, hogy ne. Csak a, a túra, meg a, meg a menetfelszerelés, tehát néha 20-30 kilóval megyünk, azért az fontos, hogy azt uh -huh. az ember szokja. És ugye mondtad, hogy ö, több évtizede tart már ez a, ez a szerelem, illetve a, a hegymászás. Ki tudsz esetleg emelni az elmúlt évtizedekből olyan hegyet, vagy olyan túrát, ami, ami azt mondhat, hogy a mai napig emlékezetes, és így bármikor szívesen anekdotázol róla. Most van idő. <laughs> az a baj, hogy mindegyik hegy ilyen. Nincs olyan, ami, ami ne emlékezzék szívesen, és ne adna mindig pluszat. Van, ahol már 12 szerre voltam, és mindig más, és mindig más élményeket, és mindig más körülmények között jutsz fel. Évszaktól függ ez? Évszaktól, igen, évszaktól is, de amikor ugyanabban az évszakban mész, és általában van olyan hely, ami még hónapra, meg hétre, a hónapnak azon a hetébe megyek mindig, és mégis mások a körülmények. Úgyhogy például a kavukázus meg Mond csúcsán most voltam het egyszerre, az egy 5000 es és, és még sose volt két egyforma, és mindig július elején megyek. Mindig más és más. Azt is nagyon szeretem, de nyilván most nekem az egyik legnagyobb élményem a andokbal csimboroszó volt. Hogy több éves próbálkozás után, már nem magát a hegyet próbáltam mindig megmászni, mert amikor el se jutottam tavaly, nem is jutottunk el a lábához sem, meg abba a kinduló ponthoz, mert polgárháború tör ki Ekvádorba, és ki se tudtunk szinte mozdulni Kvétóból, mert blokád alatt volt minden. Azért ezek a helyzetekre nem lehet, nem lehet felkészülni. Gondolom, hogy azért ilyenkor, hogyha az ember nyilván készít egyfajta forgatókönyvet, hogy hogyan képzeli el a hegymászást, aztán közben jön egy-két ilyen váratlan dolog, amikkel szembe kell nézni, gondolom, hogy akkor nem ez volt az első ilyen eset, hogy váratlan dologgal találtátok szembe magatokat. Hát igen, mindig van B-terv, <laughs> meg C is, főleg a hegyen, mert ott is vannak váratlan dolgok, amikor elmész, és akkor sajnos az időjárás, vagy az ottani körülmények egy kőomlás, vagy éppen kitör a vulkán. Mert volt ilyen is. Úgyhogy akkor fel kell készülni, meg forgatunk. És például. akkor mit csináltok? Elmegyünk egy másik hegyre. Csak akkor hirtelen gyorsan meg kell szervezni, nincs rá idő. Mert ugye engedélyek kellenek, meg eh, ilyen dolgok, meg ugye szállás, a menedékházak a hegyen. De hát hogyha szerencsénk van, akkor meg lehet szervezni, így gyorsan is. Gondolom, hogy azért ezek jó, nem tisztem senkinek se turkálni a zsebében, de hogy ezek, pénze, ezek komoly pénzeket felölelő túrák, ugye? Hát igen, igen, igen. Hát maga a hegymászó engedély, meg az engedély beszerzése azért az egy nagy falat. És mennyire népszerű egyébként a sportág, így, így milyen gyakorisággal keresnek meg mondjuk kezdő hegymászók, hogy Zsolt is segíts nekünk abban, hogy, hogy feljussunk a, mondjuk az imént említett csimborasszóra. Hát népszerű, népszerű. Megker van megkeresés, meg van érdeklődés, meg hát tízezer követőm van a Facebookon, úgyhogy szerintem elég népszerű, de sajnos ez magával viszi azt is, ugye, hogy sok ember érdeklődik utána, de nagyon sok ember nincs is rá felkészülve, és szeretne menni boldog-boldogtalan. És sajnos ezekből lesznek a balesetek. Akik akik nincsenek rá felkészülve, nincsen olyan felszerésük se. Hát nem véletlenül tiltották be, ugye, hogy bárki felmersen és bármilyen felszerésbe, szigorúan ellenőrzik, mert szinte lakcipőben indultak, egy gumicsizmába. És volt olyan -e már esetleg, akit te fordítottál vissza, hogy azt mondtad neki, hogy figyelj, ne haragudj, de nem tudunk magunkkal vinni, mert nem vagy olyan állapotban, nincs megfelelő felszerelésed, vagy bármilyen, amit így... Hát... Ilyen nem volt, de csak azért nem, mert előzetesen ezt letisztázom, hogy a ferszelés az, az, ez meg ez meg ez kell, akinek nincs, az ne is jöjjön. Tehát vagy tudok biztosítani dolgokat én is, de előléti állapot olyan már volt. Tavaly a kotopaxira másztunk föl, és akkor volt két ember, akinek a fizikai állapota nem volt olyan, és úgy döntöttünk, hogy akkor ők maradnak rend. Mert az előző felkészülési hegyeken, a klimatizációs hegyeken ugye nem bírták teljesíteni azokat a dolgokat, akkor meg egy jóval nagyobbon még úgyse tudták mm -hmm. volna. Úgyhogy olyan volt, hogy előlét miatt vissza kellett fordítani őket, persze megfelelő kísérővel. Mm -hmm. Láttam egyébként a közösségi oldalat, figyelem is, rendszeresen jönnek a posztok a különböző túrákról, meg a saját oldaladon is, és többször is láttam olyat, hogy a hidegben a hegy tetején álltok, beöltözve, és ö, gyakorlatilag ilyen kopár terület van körülöttetek. Ö, nyilván az átlagembernek ez olyan furcsa, de neked meg pont ez adja az adrenalint, gondolom, hogy ezek a, ezek a körülmények, vagy ezek a helyzetek, hogy mi az a szépség, amit megláttok ilyenkor a hegyben, amikor fölmentek a tetejére, látom a didergő arcotokat. majnem majdnem, nem, hogy, majnem hogy lilára vagytok fagyva, és akkor olyan, mégis olyan élvezet van az arcotokon, amit nehéz lenne most itt szóba elmondani. Mi az, a, mi az a plusz, amit ad neked ez az egész? Hát, hú, ez... Azt így nehéz elmondani. Egyszerűen a tájkép élmény, egyszerűen, hogy meg, hogy meg csinálni, és az, hogy ott, ott minden egyszerű. Fehér és fekete. Ott nincsenek árnyalatok, hogy ó, majd így. Nem, itt vannak döntések, meg kell csinálni, és ott, ott nincsen, nincsen mellébeszélés, hanem ott minden tiszta. És és ott a természettel vagy, a természetben, és ott minden csodálatos. Tehát nekem, nekem ott, meg ott tudsz gondolkodni. Én mászás közben is, ott én nagyon ki tudok kapcsolni. Figyelni kell ugyan persze, de az egy más dolog. Én ott teljesen kikapcsolódok. És az így egy pluszt ad a hétköznapokra. És hogyha említetted, hogy talán Csimbora szó volt a legmagasabb pont, jól emlékszem, amit, amit sikerült megmásznatok? Hát magasabban is voltam már, de nem hegycsúcson, tehát 6800-ig jutottam. Most például több napig aludtunk 6100 méteren, szerettünk volna felmenni a csúcsra. De hát négy nap olyan ítéletidő jött a csúcs támadás napjaira, hogy a sátorbok is tudtunk mozdulni. Minusz 30 fok, hatalmas hóvihar, 80 centi hó, és mi meg ott diderektünk. Akkor most tényleg didelektünk a sátorba. Hát ez egészen elképesztő egy olyan embernek, aki, aki, még ugye nem járt ilyen magasságokba, de azért ezt megélni nem egy hát nem is, dolog. Hát igen, nem is csak a hideg ott a baj, ugye, hanem a magasság. 5300 méter az a szint, ahol ember még élhet. Tehát a, a se élnek 5300 fölött. Vannak néha ugye táborok, de azok csak idegenesek, aztán elmegy a turista, meg a mászó vonulnak le, tehát 5300 alatt él. Fölötte már az emberi szervez nem tud alkalmazkodni. Hát 6000 méteren két-három hónapig tudna élni az ember csak, mert ugye túlsúlyban kerülnek a lebontó folyamatok, és csak bont a szervezet. 7000 méteren az két-hét, három-hét, 8000 ember ugye egy-két nap. Úgyhogy a magasság az, az, az rosszabb, mint a hideg maga. Akkor ha megmásztok egy hegyet, akkor fönn nem sok időt töltötök igazából, hanem csak magát, az élményt hát megtapasztaljátok. Igen, igen, egy csúcsoki, uh -huh. csúcsfotó, egy-két csoda, csodálatos panoráma, és akkor utána jövünk le. Ezeket az élményeket meddig viszed magaddal? Úgy meddig van benned? Mondjuk az utolsó hegymászásodat, azt ö, még hetekkel később is visszaidézed? Hát most, most, most még bennem van az a több nap a hat ezeren, mert ak akkor életeben talán először azt mondtam, hogy de jó lenne kánikulába lenni. De amikor hazaértem, akkor azt mondtam, hogy inkább vissza. Azért az, az, az jobban kibírható, jobban lehet védekezni ellene. Csak hát ott volt olyan, hogy becsett a sátorba, hó bejött valahol, reggelne csupa víz volt a hálózsákom, azt hittem, hogy lefagyott a lábam, közben megmozdult. És hány fok van ott olyankor? Hát most a hőérzet, hát most a hőérzetet nézzük, mert mínusz 17 fokra mondták a hőmérsékletet, de volt egy 80-90 kilométeres szél. Az bizony már úgy mínusz 30 a hőérzet. És aztán még rosszabb volt is a helyzet, szerencsére mi lejött, le tudtunk még jönni időbe, mert utána sátrakat vitt már a szél a következő két napban és mi az, ami az idei évre még esetleg célként ki van tűzve? vagy most akkor ugye hazajöttél? Hát most már bajnoki szezon. Következik a kézilabda? De ilyen hosszú hétvéken, amikor szünet van, akkor még lesz osztrák alpok, még télen, még szeretnénk. Hát a tátra az mindig megyünk télen, az osztrák alpok biztos, meg hogyha még az idő engedi, akkor, akkor még talán még messzebbre is, még egy svájci alpok is egy téli mászás belefér. És akkor ugyanúgy, ma jövőre lesz megint Andok, Kaukázus. Mikor lehet jelentkezni? Ez egész évben, hát szeptemberben lesznek, meg az időpontok szeptember végén, uh -huh. és utána, utána már szabad. És a következő évekre valami nagyobb történet kitűzve? Hát az Andok az, az él, a Csimbora szó újra, de mellette még más két hegy is lesz, újabbak. A Kaukázus biztos. És hát Peru lenne most még a Andokba kitűzve, a Huszkalán Nemzeti Park. A Huszkalán, és még mellette egy-két ilyen kisebb hegy. Hát ilyen 6800 méteres a Huszkalán, oda szeretnénk még elmenni. Európa és Dél-Amerika az, ami leginkább fekszik nektek, vagy ami, ahová leggyakrabban hát, jártok? Mindig van egy, volt egy korszak. Volt, amikor sokat jártunk a szlovén alpokba, aztán svájci alpokba volt, mikor sokat jártunk trekkingezni Korzikára, aztán el, elvitt Ázsia, és az utóbbi három év meg elvitt Dél-Amerika. És akkor most egyik, egyik főcsapás ez Dél-Amerika. És megtanultad már a nyelvet, ennyi időt kint töltöttél, gondolom, hogy azért valami... A, a spanyol kéne, de hát az azért elég, elég nehéz. Próbálgatom. Hogyan Próbálgatom? kommunikáltok ott a helyiekkel? Hát van fordító, felkészülök mindig, mert sokan nem tudnak angolul, csak spanyolul, de azért egy kis felkészüléssel, amit akarok, elmondok, és úgy el tudjuk beszélni, de most szeretnék jövőre megtanulni egy kicsi spanyolul. Majd most rá fogok feküdni, mert most már ez a sokadik út lesz, és most már élő lenne. Értem. És uh, akkor egy picit beszéljünk a kézilabdáról is. Most ugye ha egymásról szezon, talán egy picit lezárhatjuk, de ahogy említetted, még azért lehet ebben az évben érdekesség. A kézilabda másik szerelem, így is felfoghatjuk. Hát, igen, igen, Ugye elsősorban játékvezetőként, zsűri tagként láthatunk a kézilabda pályák mellett. Ez az, ami kiegészíti a hegymászást? Hát a lelkemben igen, persze. Ez mindenképpen. Rég, régóta üzem már ezt, ez is már szerintem lassan 30 éve, 90-ben vizsgáztam, és azóta folyamatosan ott vagyok a pályákon, egyszer már vissza is onultam, ugye a korhatár miatt, aztán jött a, jött a vissza, emelték a kor, és akkor újra elkezdhettem egy év kiadjás után. És mi az, ami ebben a leginkább vonzó neked a játékvezetés, az, hogy... Hát szerintem a, a játékvezetés, meg hogy az a 30 év, hogy felnőtt egy-két generáció velem, ugye játékosból már már edző lett, végig vezettem nekik mérkőzéseket, és végig nőttünk fel, ugye, meg végünk, végig fejlődtünk itt a sportban, és most már ilyen sportbarátságok miatt ez nagyon szép, hogy elmész, és akkor már nem úgy fogadnak, hogy hülye játékvezető. Ez a hosszú év után, hanem igen, tényleg barátságok alakultak, és most már a barátok látják bennem, nem csak a játékvezetőt. És ez, ez ilyen szép. szép Ez, ez, ez nagyon szomorú volt, amikor abba kellett hagyni arra az egy évre, pont ezek miatt. De hogy újra kezdhettem, ez így most teljesítette a dolgokat. Hát reméljük, hogy még nagyon sokáig látunk a kézilabdapálya mellett is, meg hát a hegyekből is egészségesen is. Boldogan jössz majd haza. Úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést, örülök, hogy itt voltál. Szívesen máskor is. Sok sikert kívánok a következő időszakra is. Oké, okay, köszönöm szépen.